Star Wars ködetek széles választéka a szukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Megérkezett az Asszóka hatodik epizódja, mely két régóta várt visszatérővel is meglepett bennünket végre valahára. István most már végre nagyon örülhetett, ugyanis végre valahára felbukkant Tron főadmirális is. Na de nézzük, hogy pontosan mi történt az epizódban, mert ismételten bőven van miről beszélgetnünk. A rész asuka és Huyanggal indít, egy kis felzárkózásom múlt hét után, amit kicsit talán feleslegesnek is éreztem. Az egyedüli jelentősége talán csak az volt, hogy kiderült, Asuka tudja, hogy Szabén önszántából ment el ami a következő találkozásukat minden bizonyal meglehetősen kínossá teszi majd. Minden esetre az érdekes volt, ahogy felmerült, hogy Huyang milyen történelem leckéket adott az ifjaknak a templomban, nagyon szívesen végighallgatnám a feljegyzéseit. Ászok a, a kérésére el is kezdett egy ilyen történetet, méghozzá az ikonikus, réges régen egy messzi messzi galaxisban nyitó mondattal. A Star Wars világának részét képezik az úgynevezett Will krónikások, akik a galaxis eseményeiben nem avatkoznak be, csak megfigyelik és fej készítenek róla. Kíváncsi lennék, hogy Huyang adatbázisa esetleg az ő feljegyzéseik alapján készülte. Megmondom őszintén, kicsit tartottam tőle, hogy miután akár a Sion szeme, akár szókai kitörnek a hiperőrből, nem egyből a Perideán találják majd magukat, hanem folytatni kell majd a másik galaxisban a keresést, ám szerencsére nem erről volt szó. Ezbet szerkezete rögtön a Peridea fölött lépett ki a hiperűrből, mert azt is elárulták, ez a pörgélek útvonalának nem csak egy puszta megállója, a lények ide járnak meghalni. Is. Ez az információ már rögtön az elején nagyon bajlós hangulatot teremtett, amit csak fokozott az állatok csontjaiból álló gyűrű a bolygó körül. Oda lent rögtön olyas valamivel találjuk szembe magunkat, ami egyrészt barami király, másrészt totál érthetetlen. Három énővéranya anya fogadja a csapatot, ezbettől pedig megtudhatjuk, hogy ez az énővérek szülő otthona, itt éltek mielőtt a datoméra mentek volna és a környező világokon egy saját kis birodalmat hoztak volna létre. Az énővérek fai hovatartozása, miben léte már a múltban is eléggé nyakatekert volt. A legendákban ők egy fajlag nem meghatározható homogén csoport voltak, ezt a klónok háborúja változtatta meg akkor amikor mikor Ventrészből énővért kreáltak. A legendákban ő a Rattataki fajba tartozott, ez viszont ezt felülírta, és az ő karaktere köré írták gyakorlatilag a többi új énővért. Ráadásul, mivel láthattuk, hogy az alapvetően az Iridónia bolygóról származó zábrákok egy itteni alfajával élnek egy társadalomban, így feltételezhető volt, hogy az énővérek akkor a zábrákok zábrákok nőnemű változatai. A Wikipédián is ez a megnevezés volt használatos. Ehhez képest most kaptak itt egy megint teljesen új eredetet, ami felborítja a róluk korábban ismert dolgokat. Ráadásul az egésznek a közepébe bedobja Elzbetet, aki elméletileg Datomiri, de közben meg egyáltalán nem úgy néz ki, mint az ottani bosszik, holatt a peridán lévők igen. Ez jelenleg nagyon kusza, és habár bár van egy elgondolásom ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet a dolgok rendje, jó lenne, ha ez ellene valamilyen formában magyarázva, és nem kellene találgatni. Amennyiben ezt a sorozat nem teszi meg, a végén készítek egy videót az elképzeléseimről, de reméljük, hogy erre nem lesz szükség. Ezen a lore tekintetében vet káoszon kívül az anyák meg jelenése egyébként nekem nagyon tetszett. A beszédük is olyan volt, ami ennek lennie kell. Thrónnal való szövetségük is rendkívül érdekes. Trón katonáit is valószínűleg ők alkották meg mágiájukkal, akiket a felirat tanúsága szerint egyébként Night Troopereknek neveznek. Jó esélye feltámasztott holtakról van szó, csak úgy, mint ok esetében. Ez azért is tűnik valószínűnek, mert az epizód végén Trón kifejezetten felhívta ennek lehetőségére Elsbet figyelmét. Ebben a jelenetben egyébként az anyák a végzett fonalát említik, amiről azon a görög mitológiából ismert mojrák, a végzett irányítói az emberi élet vonalát szövő gombolító, illetve elvágó három istennő jutott eszembe. Ezt a kapcsolatot erősíti egyébként a karakterek elnevezése is, úgy hívják őket, Agropó, Klotó és Léxis. A morják neve Atropos, Klotó és Lakesis volt. Az inspiráció egyértelmű. Másik kultúrkörből vett utalás trón új végrehajtója, Inok, akinek neve minden bizonyal az ószövetségi Énoktól származik. Az Énok nevet Káin fiára és Noé dédapjára is használta az Ótestamentum, ugyanakkor az apokrifiratok között is felelhető Énok három könyve, melyek jellemzően a teremtés könyvét magyarázzák. Az Énok név a Kánaániak nyelvén azt jelenti vazallus, mely tökéletesen leírja Énok szerepét Throne let Páncélzata egyébként alapvetően a Zsivány 1 illetve a Mandalori második évadában látott tankpilótákra emlékeztet, sisakjának azt lemeze viszont egy arcot formáz. Ez leginkább a szamurás sisakokhoz tartozó maszkokra, a Mempóra hasonlít, de az ókori római lovasság is hasonló maszkot viselt. és ilyesmi funkciót ellátó csatlósa a legendákban a Nogrifajba tartozó Rook volt, aki végül megölte őt a harmadik könyvben. Rook a Kánonban is szerepet kapott, viszont a lázadókban meghalt, így jó Inok fogja őt helyettesíteni a történet ezen változatában. Maga szerintem egyszerűen zseniális lett. Én azok közé rajongók közé tartoztam, akik azt szerették volna, hogy Lars Mikkelsen alakítsa őt, aki a hangját is tökéletesen adta a lázadókban. Nem okozott csalódást. Remekül hozza a karaktert úgy, ahogy elképzeltem, és még egy kicsit többet is hozzátesz. Az egész atmoszféra, ami körülnegi őt és az egész seregét nagyon hátborzongató. Rajta is érződik, hogy megtörte ez a jó tíz év száműzetés és megaláztatás, és most itt a lehetősége arra, hogy visszatérjen. Szinte már eszelős sugárzik belőle, olyan eltökéltség, ami korábban nem volt jellemző a karakterre. Olyan közönyösnek igyekszik mutatni magát, mint korábban, az arconásaiból és a mimikájából viszont az a tűz tükröződik számomra, mint mikor Slavint fenyegette meg, mikor a férfi leszolta a Twilek művészet jelentőségét. Elképesztően jó alakítás, Mikkelsen kissé talán kevésbé erőteljes testfelépítése pedig szerintem még illik is ahhoz az állapothoz, amiben itt a is láthatjuk. Alig várom, hogy tovább nézhessem. Bélen és Shin minden egyes jelenetükkel egyre izgalmasabb és érdekesebb. Most viszont az is kiderült, Bélen látszólag magasról tesz Strong visszatérésére, a Perideáról, vagy legalábbis ebből a galaxisból van szüksége valamire, amitől nagy hatalomra számít. Shin látszólag egyelőre nem érti mestere tervét, újabb és újabb kérdőjelek ülnek ki az arcára, ám egyelőre a hűsége megingathatatlannak tűnik. Bélen a tett ígérete melletti kitartása is rendkívül szimpatikus, neki köszönhette Szabin azt is, hogy elindulhatott felkutatni ezrát, na a Throne azon utána küldte a zsoldosokat. Az neki látszólag tök mindegy, hogy élnek-e vagy halnak, vagy itt ragadnak. A számára kiszámíthatatlan tényezőktől próbál megszabadulni, mint Szabin, mint Bélen, mint Shin képében, ezért küldte el szerintem őket ilyen serényen. Bízott benne, hogy hamarabb el tudnak indulni, mint hogy visszaérnének, amit viszont Asszóka érkezése zavarhat majd meg a következő epizódokban. Szabin a bolygó lakóinak két csoportjával is találkozott, először fosztogatókkal, akik amolyan szamurájpáncélos buckalakók hatását keltették bennem, még a más a másik csapat talán leginkább az evokokra emlékeztetett olyan módon, hogy itt is egy helyi, egyszerű körülmények között élő, de közben nagyon aranyos kinézetű élőlényekről van szó. A faj neve egyébként Noti, de nekem inkább iramos moseremeterák. Sabin a Szabin hátasa, süvöltő is nagyon tetszett, először nagyon veszélyesnek és agresszívnek tűnt, végül viszont egy nagyon kutyás viselkedést kapott, ezután már kifejezetten aranyosnak láttam. Ezra és Sabin újbóli találkozása nagyon érzelmes volt, noha ezra megjelenése jelentősen eltér attól, ahogy utoljára láttuk láttuk, Emma Nesfandi viszont eddig elég jól hozza a karaktert, elhittem, hogy ő az, de még többet kell látni belőle ahhoz, hogy rendesen értékelni lehessen. Őszintén szólva nem bánnám, hogyha a következő epizód egy kicsit megint ilyen flashbackesebb lenne, és a múltban nyernék némi betekintést. Legyen szó akár Szabin és Aszóka kapcsolatáról, Szabin családjának sorsáról, akár arról, akár arról, hogy Ezra és Throne mit csinált nagyjából ebben a tíz évben, amik távol voltak, hogy pontosan hogyan alakult a sorsuk, miután utoljára láttuk őket a lázadókban. Jó lenne ezek a dolgokról is egy kicsit részletesebb képet kapni, mert ezek is nagyon fontos részei a történetnek, és jó lenne, ha nem utólag valamilyen írott tartalommal vagy ilyesmiben kapnánk magyarázatot ezekre a kérdésekre, hanem a sorozat mesélné el. Igazából hátra van még két rész, szerintem van elég játékidő arra, hogy mindezt el lehessen mesélni, szóval remélem, hogy ez így lesz majd. De hát ez és Szabin újabb konfrontációja valószínűleg a tökéletes alkalom lesz arra, hogy ezeket a dolgokat fel lehessen az pedig, hogy Ezrával és throne mit történt pontosan, az pedig az ő kettejük beszélgetéséből derülhet majd ki. Meglátjuk, az biztos, hogy a sorozatnak eddig az összes része kb. úgy ért véget, hogy alig várom, hogy a következő elkezdődjön. Az utolsó percekben mindig szinte rettegek attól, hogy mindjárt vége lesz a résznek, pedig még nézném tovább, úgyhogy nagyon várom ezúttal is az utolsó két epizódot. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit tartogatnak még nekünk. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok. Ha még nem tettétek volna meg. Ezen felül kövessetek Facebookon, instán és TikTokon, illetve csatlakozzatok a csatorna Discord szerveréhez, hogy nem maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuperköszönettel, illetve a csatorna tagsággal csupán havi 400 forintért ezt is megteltitek. Sziasztok! Az erő legyen veletek!